Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Makói Városi Televízió péntekesti híradóját látják, köszöntöm Önöket! Jöjjenek legfontosabb híreink! Orbán Viktor, maradnak a hatályos korlátozó intézkedések. Az illegális szemétlerakók büntetést kaphatnak. Régi fényében tündököl a több mint 130 éves testfőnálló. A ma hatályban lévő korlátozó intézkedések változatlan formában fennmaradnak, hétfőtől számítva még egy hétig biztosan, fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című műsorában ma reggel. A kormányfő ugyanitt elmondta, akkor lehet elkezdeni a fokozatos újraindítást, ha az átoltottság eléri hazánkban a 2,5 millió embert. Látjuk, hogy az oltások számának növekedése jelenti a legfontosabb védekezési eszközt. Amikor a beoltottak száma eléri a 2,5 milliót, akkor jutunk el oda, hogy minden 65 év fölötti regisztrált, saját magát regisztrált ember be van oltva, és az lesz az a pillanat, amikor az oltások számának alakulásának függvényében meg lehet kezdeni az újraindítást. A miniszterelnök hozzátette, minden héten 4-5-ször annyi embert oltanak be az országban, mint amennyien megbetegednek. Fontos, hogy gyorsan haladjon az oltási terv, ehhez azonban megfelelő mennyiségű vakcinára van szükség. Mint elhangzott, a következő 2 hónapban a brüsszeli beszerzésből 500 000-rel kevesebb AstraZeneca védőoltás fog érkezni Magyarországra, mint amiben korábban megállapodtak. Jó esély van azonban arra, hogy ezt a kieső mennyiséget a kínai és orosz oltóanyagokkal tudják majd pótolni. Ebben az ügyben folynak a tárgyalások. Orbán Viktor kiemelte, jelentős, még kihasználatlan kapacitások vannak az országban. 1618 lélegeztetőgéppel felszerelt ágy, és csaknem 11 000 szabad kórházi ágy áll rendelkezésre. A kormányfő elmondta, a nyitás csak fokozatosan lehetséges, és mindenképpen egy olyan tervre van szükség, amely a beoltottak számához igazítja az újraindítás lépcsőfokait. A harmadik hullám emelkedő szakaszában mindenki maga dönt arról, hogy vállalja-e annak kockázatát, hogy egy vírusos állapotot követően maradvány tünetei lehetnek, köztük idegrendszeri vagy légzőszervi megbetegedés. Erről is szól a megelőző oltás, mondta dr. Hadik György képviselő, sebészfőorvos a Hét Híre című hírháttér magazinunkban. Mindemellett fertőzöttség szempontjából a Békeföldjének nevezte Makót, azonban felhívta a figyelmet arra is, hogy ez nem adhat okot a hátradőlésre. Választókerületét illetően arról is beszélt, hogy a pandémia nem akadályozta a tervbe vett munkák elkészülését. Tovább emelkedik a betegek száma országszerte, és arra kell készülni, hogy a megyét is eléri hamarosan ez a hullám, ezért újra be kellett zárni a makói sebészetet, hogy Covid osztályá alakítsák, mondta el a főorvos, aki az oltásban látja a megoldást a vírus legyőzésére, és ezt a véleményét személyesen is megosztja a körzetében élőkkel. Kötelességemnek érzem azt, hogy a veszélyekre fölhívja a figyelmet. Ezért akit el tudok érni telefonon, én fölhívom, elmesélem, hogy milyen problémák vannak, megkérdezem, tudunk-e valamibe segíteni. Azt hiszem, hogy az a korrekt, hogyha ilyenkor az ember nem tagadja meg az orvos mi voltát, és ennek megfelelően dolgozik. Nagyon büszke vagyok rá. 65 éven fölüli betegeknek kell beszéltem, olyan 100 fölötti emberrel sikerült beszélnem. És a 90%-uk vagy megkapta már az oltást, vagy az első oltáson van túl, vagy már regisztrált erre az oltásra. Tehát maga az úgy érzem, hogy ezek az emberek intelligensek, fölfogják, nem szabad értelmetlen rizikót vállalni. A képviselő választókerületében is a legnagyobb problémát a csapadékvíz elvezetése jelenti, melyen komplex megoldással igyekeznek segíteni. A járdaprogramnak köszönhetően pedig már 372 négyzetméteren új úton közlekedhetnek az ott lakók, de mit megtudtuk, a felújítás folytatódik az idei évben is. Hadik György elmondta, hogy a jövőben kiemelt figyelmet kíván fordítani az illegális szemétlerakók szankcionálására, hiszen éveleje óta egy új szabályozás értelmében egyes esetekben már börtönbüntetés is járhat érte, de az önkormányzat határozott célja, hogy megbüntesse a szabályszegőket. Legutóbb például a Királyhegyesi utcában lévő bérlakások előtt gyülemlett fel nagy mennyiségű hulladék. Most a legutóbb időben 19 köbmétert szállítottunk el pár napja. Én az ott lakókkal meg is beszéltem, hogy legközelebb is el fogjuk szállítani, mert minden embernek joga van az egészséges élethez, viszont ezt ki kell fizetni.
Ezt nem az önkormányzat fogja az új rendelet értelmében kifizetni, hanem aki nem a kukába helyezte el, vagy a kukát nem rakta ki időben elvitelre, hanem aki szétszórta azon a területen, kifizettetjük vele. A magazinban az is elhangzott, hogy a képviselő a kitörési pontot jelentő turizmus fejlesztését fontosnak tartja, mind a hagymatikon, mind a Marospart által kínált lehetőségek tekintetében, valamint, hogy a fürdőbővítés Lázár János közbenjárása nélkül nem valósulhatna meg. A Nemzeti Kulturális Alap 600 ezer forintos támogatásának köszönhetően újult meg a József Attila Múzeumban található egyik legszebb és legrégebbi apátfalvi testhőnálló. Katkóné Bagi Éva textilrestaurátor precíz munkájának jóvoltából tud ma régi fényében pompázni a ruhafelső. A József Attila Múzeum néprajzi textilanyagában több makkói és térségi testhőnálló található. A vidékünkre jellemző felső ruhadarabnak volt az elnevezése, emelte ki Szikszai Zsuzsanna igazgató. Hozzátette, a legtovább a térségünkben Apátfalván használták ezt a viseletet, és az elmúlt 70 évben az elődeink nagyon sok szép darabot gyűjtöttek. Az egyik ilyen kincs a makkói múzeumban található, amely tavsselyemből készült. Ezzel az értékes 1889-beli testhőnállóval pályáztak két évvel ezelőtt egy restaurálási pályázatra, mivel rossz állapotban volt már. A támogatásnak köszönhetően Katkóné Bagi Éva textilrestaurátor el is végezte ezt a munkát, és hát be tudjuk mutatni ezt a gyönyörűséget, mert hát elég rossz állapotban volt. Ugye ez a taftsejem nagyon gyorsan kopik, illetve az idők folyamán tulajdonképpen porrá válik ez az apró, ez a nagyon finom sejemszál, és hát tulajdonképpen elkezd foszlani, és hát egy idő után javítani sem lehet. Hát a közel 130 éves, vagy több mint 130 éves ruhadarab egyébként is, már az idő miatt is rossz állapotban lehet, de el is használták, úgy tűnik. Szikszai Zsuzsanna megosztotta, hogy Langó Mártonné Szigeti Katalin tulajdona volt, és valószínűleg mennyasszonyi ruhája lehetett. A szakember kitért arra is, hogy a 19.-20. században nem fehérben mentek férhez a fiatal lányok, hanem színesben, illetve olyan drágább anyagból készült ruhában, amit egész életükben megtartottak és használtak. Ezek nagyon sokat elárultak a tulajdonosáról, emelte ki az igazgató. Nagyon beszédes, hogy kik lehettek, ki lehetett a Szigeti család, mert hogy egy ilyen drága anyagból készítettek ruhaneműt, vagy mennyasszonyi ruhát a lányoknak, valószínű, hogy egy jobb módú paraszt család volt, földműves paraszt család, akik adtak arra, hogy a lányok a legszebb és a legdrágább ruhába, és hát különleges színt is választottak. A testhőnálló felső része téglavörös taftsejemből készült, amely egy rendkívül tetszetős, de sajnos nem időtálló, sérülékeny textília. Szikszai Zsuzsanna kitért a ruhanemű alján és ujján látható díszítésre is stábunknak. A 19. századra még nagyon jellemző, hogy nem csipkét tesznek fel, de látjuk, hogy az aranysújtás már megjelenik. Ugye két nagyon kis ízléses, egy kis ilyen rózsaszín vagy lilába halló szalagot tesznek rá, illetve hát egy kis világos zöld csíkkal szegik le. És hát láthatjuk, hogy ahogy a nagy kendőt ráteszik a vállukra, körülbelül ugye beráncolják, körülbelül idáig jön le, és csak addig tart a díszítés. Az akkori varrónők előre gondolva tudatosan készítették el a karcsúsított testhez álló rövid ruhadarabot, amely a 19. század jellegzetes felsője volt. Ma már savmentes környezetben óvják a régi fényében tündöklő testhőnállót. Idő és energia. Ez az a két dolog, melyeknek beosztása olykor sokunknak gondot jelenthet, és jó lenne, ha néha napján több lenne belőlük. Ezt Hinkó Andrea, valamint férje, Hinkó Balázs is gondolhatták már így, de kitartásuknak köszönhetően családi fészket varázsoltak egy kezdetleges helyből, és mellé egy vállalkozást is létrehoztak. Ez nem más, mint a Makótor pár kilométerre, több hektár földterületen fekvő hinkótanya és állatsimogató, mely sok látogatót vonzott már. A közelmúltban mi is betekintést nyerhettünk az idilli környezetbe. A forgatás során Rudi és Ruca, a két vallézijuk kétségkívül levette stábunkat a lábáról, de rajtuk kívül meg annyi kedves farmlakóval találkoztunk.
Voltak például indiai futókacsák, pávák, óriás, illetve törpenyulak, díszfácánok, valamint baromfik, rackajuhok és még lovak is. Az állomány nem volt mindig ilyen népes, hiszen a tulajdonosoknak hosszú utat kellett ahhoz bejárniuk, hogy a hely elnyerje a mai formáját. Andrea és Balázs 10 évvel ezelőtt költöztek ide, később pedig egy komoly döntést hoztak, ugyanis elhatározták, hogy az otthonukat mások előtt is megnyitják, felépítenek egy állatsimogatót. Vállalkoznak családi rendezvények megtartására, óvodai és iskolai csoportok fogadására, táboroztatására, de nem zárkóznak el az egyéni ötletektől sem. A házigazdák számára az a legnagyobb visszajelzés, hogyha vendégeik jó élményekkel térnek haza tőlük. Munkájukat szakmai zsűri is méltatta már, hiszen 2020-ban a Best of Makó turisztikai védjegy díjazottjai között szerepeltek. Mindez megerősíti őket abban, hogy van értelme annak, amit csinál, és ösztönzi őket az újabb tervek megvalósítására. Arra törekszenek, hogy mindezt úgy tegyék, hogy a környezetre is vigyázzanak. A fák is megszokják, a növények is megszokják, hogy ők nem kapnak permetet, és hihetetlen termés szokott rajtuk lenni. Ültetünk gyümölcsfákat, az folyamatosan, meg igen, most lesz egy kis üvegházunk, azt nagyon-nagyon várom, most még csak az alapjai vannak készen, és így az elejét épp ma tervezgettem, hogy mivel ültessem be. Én nagyon szeretnék, hát ilyen alapvető zöldségek, mint paradicsom, paprika. A paradicsomot azt nagyobb sikernek látom, mint a paprikát, azzal még nagyon küzdöttem eddig, de ott szeretnénk, de a növényeket is szeretnénk átteleltetni, szóval majd meglátom, hogy mekkora hely lesz, ezt lehet bővíteni is. Hozzátette, a kedvenc időszaka a tavasz, mert ekkor éled a természet. A fák virágba borulnak majd, és elmondható, hogy általában hozzájuk is több jövevény érkezik ilyenkor. Interjú alanyunk elárulta azt is, hogy mindig öröm egy új lélek köszöntése, a tanyasi élet egyik legszebb velejárója ez. A kiscsacsi születése az tényleg nagyon jó volt. Én nekem a legaranyosabb állat, de nagyon sok aranyos állat van, főleg a kicsik. De a kis csacsi az olyan, mint egy kis plüss. Tehát amikor ez felszárad, az olyan annyira aranyos. Úgyhogy az egy nagyon kedves emlék. És ők egyébként tényleg most már van, hogy kint a legelőn ellenek, és nagyon ilyen zökkenőmentesen szokott menni, hál' Istennek, és ilyen jó élmények szoktak lenni mindig. A hinkótanya jelenleg még nem látogatható a nagy közönség számára, de miest azt a körülmények és a szabályozások is lehetővé teszik, meg fogja nyitni a kapuit. Tájékozódni ezzel kapcsolatban a Facebook oldalukon lehet majd. Élő sportközvetítéssel jelentkezik a Makói Városi Televízió hivatalos Facebook oldalán szombaton 15 órai kezdettel. A Makó FC, Hódmezővásárhely FC 2 megyei első osztályú szomszédvárosi rangadót követhetik otthonról a szurkolók. Nézőink már megszokhatták tőlünk, hogy a városban történő főbb eseményeket élőben közvetítjük csatornáinkon. Ilyenek például Makó város önkormányzatának képviselőtestületi ülései vagy jeles ünnepeink. Felvételről, ahogy a járvány első és második hullámában, úgy most a harmadik hullámban is hétvégente elviszük a makóiak otthonába a különböző vallási felekezetek liturgiáit. Most hétvégén pedig a sport szerelmeseinek szeretnénk kedvezni, hiszen egy újabb felkérést kapott stúdiónk. Azzal készülünk, hogy mivel már ősz vége óta zárt kapusak a mérkőzések, így többször jelezték szurkolók, hogy lenne igény élő közvetítésre, úgyhogy itt most a Makói TV-nek hála úgy néz ki, hogy megpróbáljuk a hétvégén közvetíteni a mérkőzést. Városunk első számú labdarúgó csapata a tavaszi szezont a papírforma szerint kezdte. A bajnokság egy pótmeccsel indult, a Szeged 2 otthonában 2-3-ra, itthon Székkutas ellen 12-0-ra, múlt héten pedig Bordányban 1-3-as arányban arattak győzelmet Siha Zsolt tanítványai. A tabellát 43 ponttal és 82-es gólkülönbséggel magabiztosan vezetik. Én azt várom, hogy ezt folytatják a fiúk tovább. Szerencsére a fiatalok is egyre jobban kiveszik a részüket. Mondhatnám, hogy a Horváth előtt, vagy a Rabec Walter, de igazából bárkit kiemelhetnék a csapatból, mindenki a legjobbját nyújtja. A Makó FC tehát most szombaton 15 órától a Hódmezővásárhely FC 2-es számú együttesét fogadja. A mérkőzést, amelyet a Makó FC és a Makói Városi Televízió hivatalos Facebook oldalán láthatnak élőben, a műfüves pályán rendezik meg. Lássuk legfontosabb híreinket még egyszer röviden.
Orbán Viktor, maradnak a hatályos korlátozó intézkedések. Az illegális szemétlerakók büntetést kaphatnak. Régi fényében tündököl a több mint 130 éves testfőnálló. Kedves nézőink, ne feledjék el, ha lemaradtak a híradóról, anyagainkat megtekinthetik a VTV Makó YouTube csatornáján, vagy látogassanak el Facebookos közösségi oldalunkra, illetve weboldalunkra, a www.makotv.hu-ra, ahol megtalálják és visszanézhetik híreinket. Híradónk után megmutatjuk a hétvégi időjárást, majd a Hét Híre című hírháttér magazinunkat láthatják. Később műsorra tűzzük Társalgó című színes, kulturális magazinunkat, végezetül pedig Farkas Éva Erzsébet polgármester Makó Info online tájékoztatóját mutatjuk meg Önöknek felvételről. Kedves nézőink, ez volt a péntek esti híradó. Legközelebb jövő héten hétfőn jelentkezünk ismét friss hírekkel, tartsanak velünk akkor is. Én már a búcsúzom Önöktől, kellemes estét kívánok, viszontlátásra!